Sziasztok, kedves barátaim! Üdvözlöm benneteket szeretettel! Itt vagyunk a Krisna-völgyi bejáratnál, és ez a Krisna-völgyi búcsú 25. lesz, és 25 éveseknek ingyen a belépő, és van sok meglepetés. Azzal kezdjünk a meglepetést, hogy aki évről évre járt, akkor volt egy kicsit kényelmetlensége, hogy mindig kellett állni egy nagy-nagy sorba. De most nem lesz sorállás, nem lesz parkoló díj, és vannak ilyen nagyon jó kis füzetkék, amit látjátok, amit lehetne pecsételni, és majd ezt meg fogtuk majd ismerni, hogy miért jó, miért hasznos, és ugyanakkor most elmegyünk és körbe Krisna-völgybe, és bemutatom nektek az egész újdonságokat, mi hol lesz és mit várhatok. Itt vagyunk a parkolónál, általában itt szoktatok parkolni, de most a búcsú alkalommal nem kell itt parkolni, hanem ott látjátok mögöttem, kapu az nyitva lesz, és nem kell itt jegyet vennetek se, hanem csak itt kell áthaladni, és akkor majd mindjárt megmutatom a következő parkolót. Itt vagyunk most a parkolóhelynél, helyszínnél. Innen fogtok érkezni, ott van az elefántos bejárat, és akkor ide majd fogtok behaladni, lehetne akkor ott parkolni, és itt lesznek segítők, és a segítőknek a instrukciókat kövessétek, hogy legyen jó, gördülékeny a parkolás, és itt majd kell keresni fehér sátrokat, ahol lehet majd kapni jegyeket, és természetesen, aki 2020-ba 25 éves lett, vagy lesz ebben az évben, számukra ingyenes a belépő, 0 és 6 év között szintén ingyenes, és 6 és 18 éves között természetesen kedvezményes lesz, és itt a sátornál, a jegyeknél fogtok kapni ezt a kis füzetet, meg a térképet. Ez egy pecsételő füzet, karma tisztító. Akkor itt volt a parkoló, ahogy most láttátok. Aztán itt az árnyékos részeken lesz egy kis szörpözés, és meg lehet majd kóstolni Krisna-völgyi szörpöket. Ezen a helyszínen pedig a rendezvényre eljutás a kisvasút által történni fog. Majd nézzetek a részleteket, hogy milyen időbe, hány órakor, melyik napokon, és lehet akkor használni. Pedig, hogyha gyalog mentek itt ezen az úton tovább, akkor ez ilyen 10-15 percbe fog telni. A férfiak sportok kedvelő helyen. Itt lesz ijászat, mit le lehet ülni, kicsit pihenni árnyékba, és ahogy látjátok mögöttem, ott lehet majd ijászkodni. Gondolom sokan jönnek minden évbe, és nagyon élveznek ijászkodást. Mi pedig megyünk tovább. Aztán az úton lehet haladni idáig az ökoportához, ami igazából kezdődik az a Tehén Védelmi Központtal. Itt lesz 2 óránként körbevezetés, délelőtt 10 órától egész 18 óráig. Utána az ökoportán, ami majd itt lesz körülöttünk, itt lesz sok izgalmas dolog, például nagyon jó könyvet lehet itt megvásárolni, az önfenntartásról beszélgetések. Ugyanakkor lesz mindenféle fonás, rokkával, és a többi izgalmas dolgok, és természetesen a füzetbe itt lehet kapni egy pecsétet, amelyről már beszéltem korábban. Az
ökoportán fogtok látni ökör meghajtása mezőgazdasági gépeket is.